A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban egy izgalmas filmforgatáson járunk, ajánlunk Önöknek egy fergeteges partit, és egy érdekes szépészeti beavatkozást is mutatunk Önöknek. Tartsanak velünk! A Pákozdi Katonai Emlékpark Lövészárkaiban folytatódott a Haza, Lantai Mályár József szibériai hadifogoly naplója című filmforgatása. A fiatal katona a hadifogoly létről és az első világháborús harcokról számol be naplójában. 1, 2, 3, 4! A Pákozdi Katonai Emlékpark Lövészárkaiban folytatódott a Haza, Lantai Mályár József szibériai hadifogoly naplója című film forgatása. Matuz János és Kovács Szilvia társrendezésében, aki egyben a film producere is, a 17-es honvéd gyalogezredben szolgáló magyar honvéd és társainak életéről készül nagyívű filmet üd. A felvételeken a fiatal székesfehérvári születésű katona, Lantai Mayer József az első nagy világégés során az arcvonalban megélt harcait, illetve a szibériai fogságának embert próbáló történéseit mutatják be naplója alapján. A Pákozdi Mészekhegyre költözött a stáb, a küzdelmet a lövészárokban idézték fel korhű fegyverekkel, szakértők segítségével. Érdekes és izgalmas nagyon. A lelkem nagyon jól viseli, mert azt látom, hogy amit megálmodtam körülbelül egy évvel ezelőtt, az hogy valósul meg. Tehát minden egyes forgatás, de ez most a mai egyébként szerintem különösen, mindegyik azt jelenti, hogy Úristen, kitalálok valamit, és az meg tud valósulni, és fantasztikus emberekkel dolgozunk, tényleg szerintem nagyon profik, most éppen szakértőkkel dolgozunk, ez is nagyon jó, ők is nagyon profik, és teljesen valósághűen próbáljuk előadni azt, vagy bemutatni azt, ahogy történhettek annak idején a dolgok. Ugye itt a fegyvereket adtuk a kezükbe a színészeknek, pirotechnika van, duroktatás van, úgyhogy én most nagyon élvezem. A levél az önmagában egy dolog, ugyanakkor ehhez kellett egy olyan dramaturgia, amely hűen ábrázolja, hogy mi minden történhetett a harcvonalban. Igen, és ezt ugye nagyon nehéz is volt olyanná alakítani, amilyennek majd a néző fogja látni, hiszen egy 13 oldalas kis, nagyon pici méretű naplóról van szó, aminek se eleje, se vége, úgyhogy miután a Matuz János rendezőtársam, aki egyébként a forgatókönyvírója volt, nem szerette volna a történetet sem megmásítani, sem kiegészíteni semmivel, ezért ugye maga a napló szövege az, ami a filmben elhangzik. Most éppen olyan jeleneteket veszünk fel, meg eddig is mindig olyan jeleneteket vettünk föl, ahol nem volt benne beszéd. Perce Ilona számos meg annyi fajsúlyos kulturális program elhivatott szakembere, ezúttal rendezőasszisztensként debütál. Meg annyi feladat hárul rá a háttérmunkában, amely, ahogy a szereplőknek, neki is különleges élményt jelent. Még soha nem voltam rendezőasszisztens, és mikor engem erre a megtisztelő feladatra megkértek, akkor nagy-nagy örömmel és izgalommal vállaltam, de nem tudtam, hogy mire vállalkozom igazándiból, hiszen 1916 és 1920 között járunk, tehát igazából a korhű dolgok visszaidézése az egyik fő feladatunk. Értem ez alatt a lőcsös kocsitól kezdve az igazi asztalos műhely megtalálásáig, most ez az első világháborús fegyverek megtalálásáig, mindezeknek a kellékeknek a megtalálása, megszervezése az én feladatom, és hát előkészíteni a forgatást oly módon, hogy a jelenetek felvétele minél gyorsabban és szervezettebben menjen. Kovács Máté a Szabad Színház társulatának tagjaként meg annyi fajsúlyos szerep alakítója, ugyanakkor ez a hiteles és mélységesen emberi történet, a filmes visszatekintés számára is komoly tanulságokkal jár. Számomra egy óriási élmény, mind ugye alapvetően az egésznek a háttere miatt, ahogy a jeleneteket forgatjuk le, a tulajdonképpeni dolgos jelenetek, civil jelenetek mondhatnám így, bár mint hadifogolyként ez itt nem teljesen igaz, és amellett meg így igazából így élesbe is a front jelenet. Tehát ez nem csak úgy lelkileg, hanem még úgy
fizikailag is egy brutális élményt ad az embernek egyébként, és nagyon, nagyon érdekes volt, ilyen közegben én még soha nem voltam, megmondom őszintén, hogy ilyen közel pirotechnika lőttünk, és egyszerűen mondtam Ákos kollégámnak is, hogy amikor beléptem, egy olyan érzésem, vagy olyan fura érzés fogott el, mint még soha, hogy inkább el tudom már képzelni, hogy ezeknek az embereknek milyen lehetett egy ilyet átélni itt a fakó háttérbe, lövészárok a farakások között, és mellette az is megfordult a fejemben, hogy hát sajnos nem olyan messze tőlünk ezt élesbe átélik emberek, akiknek nem lehet az a nyugodtság érzete, hogy biztonságban vannak, mint mi. A főhős szerepében Schneider Zay Ákost köszönhetjük egy olyan korosztály képviselőjeként, akik számára nem teher a múlt idézés, ellenkezőleg hitelesen idézi meg a főszereplő álmait és visszaemlékezéseit. Egészen elbűvölő, eközben szörnyű is, hogy amiket a történelem órákon hallunk, azt most élőben meg kell valósítanunk, de hatalmas kalandokat, hatalmas izgalmakat is rejt magában, csomó új élményt és csomó új tapasztalatot. És mindent, amit hallunk a történelem órákon, vagy éppen olvasunk, vagy amikor olvasgatom magát a forgatókönyvet, amikor kérdezgetek nagyszülőket, vagy éppen magamat jobban belásom ebbe a témába, akkor mindig feljönnek azok az érzelmek, értékek, gondolatok, amelyek ehhez a valósághoz kötnek, és tényleg nagyon erős érzéseket tud magában hordozni ez az egész, hogy ezt a bőrünkön tapasztaljuk meg, miközben mégsem. Jászdi Balázs a Magyar Honvéd Tűzér Egyesület elnöke, aki hagyományőrzőként a korszak kiváló ismerője, számára is megerősítést jelent az elhivatottsága, hogy a szereplők megidézik a fronton küzdő honvédek harcait. A kihívás az adott lehetőségeket hogy tudjuk kiaktázni, tehát ugye tökéletes munkát sajnos nem lehet végezni. Itt olyan nagy szerencsénk van Pákozdal, hogy a helyszín olyan szépen ki van alakítva, és hát ugye évek óta a parkkal együtt igazítjuk, hogy itt viszonylag könnyű ezt rekonstruálni, ettől függetlenül azért a színészeket betanítani, akik sok esetben most találkoznak ezzel először, de nagyon jó a csapat, és ővelük tényleg itt könnyű volt dolgozni. Robban! Robban! Lő! Megfordul! A háború megpróbáltatásait, illetve a fogságban töltött emlékeket megidéző film forgatása Erdélyben folytatódik, majd tavasszal fejeződik be a díszbemutatót az utómunkálatokat követően július 18-án a Magyar Királyi 17-es Honvéd Gyalogezred emléknapján tervezik megtartani. Idén karácsonykor is lesz Dorka Party, a szervező hirdetése szerint ezekben az utolsó. Arról, hogy valóban így van-e, arról Kovács Szilvia kolléganő beszélgetett Gerván Dorkával. Egy fergeteges évvégi bulira szeretnénk a nézőink figyelmét felhívni. Itt van velem a stúdióban Gerván Dorka a Dorján. Mindenki Dorkája, szerintem nagyon sokan ismernek téged a városban. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Egy picit erről fogunk beszélgetni, és hát egy kicsit az egész múltjáról és egy fontos hírről fogunk beszámolni. Örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Igen, Dorka. Igen, Dorka. Mindenki Dorkája, Székesfehérvár Dorkája. Remélem, hogy így vagyok. Ez a név. Ugye az Adorjánból. Tehát Adorján, Adorka, Dorka. Uh-huh. Édesanyám nevezett el, valószínűleg lányt akart, de én jöttem. Azt tudom, hogy mi, hát nem tudom hány évről beszélhetünk, hogy hány éve ismerjük egymást, nagyon régóta, és tudom, hogy már akkor is, amikor fiatalok voltunk is, már így mindig a bulik közelében voltál, és szerveztél bulikat, egyszer nálad is voltam otthon egy bulin, és hát aztán ebből egy komoly, hát nem is tudom, hány éves pályafutás lett, mesélj egy picit erről, hogy indult ez az egész, honnan jött a bulik szeretete? Hát ugye maga a nevemmel fémjelzett buli, mert mindenki saját nevével fémjelzi a buliát, az 2001-ben kezdődött. Előtte is voltak már próbálkozások, előtte is próbálkoztam, hogy én folyamatosan, tehát leltári darabáru voltam a fehérvári szórakozóhelyeken, és utána jött ugye a tánc szeretete, az, hogy tudtam, sokak szerint tudtam táncolni is, nagyon-nagyon sok, több mint egy évtizedig táncoltam, majd amikor a táncot abba hagytam, akkor egy más vonalon kezdtem el, és még annak idején a
sokan emlékeznek talán a Klub 19 nevű szórakozóhelyre, ott kezdtem el először így ezzel a DJ-skedéssel próbálkozni. Aztán kaptam visszajelzéseket, hogy ez jól működött, aztán egyre többet próbálkoztam, és újra próbálkoztam, és megint próbálkoztam, és lett belőle ez a Dorka Party, köszönhetően a Vesztegzár nevű egykori szórakozóhely miatt. Mielőtt még ebbe belemegyünk, bocsáss meg, hogy közbeszóltam, csak ez a lemezlovasság, DJ-skedés, ez mekkora erőfeszítést jelentett abban az időben? Mert ugye azóta tudjuk, hogy ezt most már tanítják. Igen. Nem tudom, hogy akkor is tanították-e, vagy ezt így önállóan, így autodidakta módon tanultátok abban az időben? Szerintem most már nem is tanítják, most már az interneten mindenki meg tudja tanulni. Régebben egyébként én sem vagyok hivatalosan DJ, tehát régebben ugye kellett hozzá engedély, vizsgázni kellett, és az egy jó dolog volt. Az én azt gondolom, hogy az, akinek megvolt ez a vizsgája, és hivatalosan elmondhatta magáról, hogy lemezlovas vagy DJ, nekik volt egy plusz a tarsolyukban. Most már bárki lehet DJ, ugye? Mm. Tudjuk, hogy a legnagyobb világsztárok is úgy lettek világsztárok, hogy otthon elkezdtek összepakolni zenéket, és DJ-k lettek, vagy éppen csináltak egy remixet egy másik zenéhez. De régebben valóban egy kicsit más volt, most hogyha ezt a vizsgázási kötelezettséget el is hagyjuk, tehát teljesen más volt a technológia. Ugye először bakelit lemezek. Én már mondjuk a bakelit lemezes időszakban nem, vagy abban inkább nem nyúltam bele. Én a legelső CD-s mondjuk azt, hogy generáció vagyok, és ugye CD-vel játszottunk, valóban nehezebb volt. Most már jóval könnyebb a sync gombokkal, a laptop alapú zenékkel, ugye régebben keresni kellett, tehát mi kazettás bulikat is csináltunk annak idején. Tehát amikor a legeslegelején, és ott a kazettán megkeresni, hogy hol kezdődik a zene, ott az ütemet, meg egyebet nem lehetett változtatni, tehát, de én technológiailag nem is mentem annyira bele ebbe a dologba. Tehát én mindig csak a buli. Tehát én nem akartam ezt annyira komolyan venni, hogy én most tényleg megtanuljak minden apró részletet, és odafigyeljek, és kiképezzem magam. Nem. Jó legyen a buli, és élvezzék az emberek. Nekem ez volt a lényeg. Na és akkor most kanyarodjunk vissza a Vesztegzárhoz. Igen, hát a Vesztegzár. Oda is valahogy bekerültem, ugye, mint mondtam, én leltári darabáró voltam, és ugye megjelent az a hely Székesfehérváron, egy teljesen új dolgot hozott, egy teljesen új zenei irányzatot, új hangulatot, és a kedvencemmé vált a hely, ahol megismerkedtem a tulajdonosokkal, az üzletvezetővel, és akkor beszélgetésből az lett, hogy próbáljunk meg egy ilyen bulit. Akkor még nem ezt a zenei stílust hoztam, hanem a Vesztegzárhoz illő zenei stílusban, egy kicsit megfűszerezve a saját kis fűszereimmel, és csináltam azt, ami ott elfogadott volt. Aztán jött az az ötlet, hogy mi lenne, hogyha az én kedvenc stílusomban kezdenénk el, ami ugye a 90-es, hát akkor még a 90-es évek volt, 90-es és most már ugye a 2000-es, 2010-es hip-hop és R&B vonal, és erre építettük rá később azt, hogy hip-hop buli, R&B buli, amiből lett később az, hogy Dorka buli, Dorka party. De a zenei stílus utána már nem változott, és ezt a mai napig egyébként hozom, tehát a 90-es, 2000-es, 2010-es, és egy kicsit az újjal meg fűszerezve. Ez megy egész éjszaka egy ilyen Dorka partin. Egy évben hányszor van erre lehetőség? Vagy volt eddig? Lehetőség az lehetett volna, mondjuk azt, hogy bármennyi. Régebben volt mondjuk 8, aztán 6, aztán egyre inkább azt éreztem, hogy Székesfehérváron, hogy megmaradjon a varázsa ennek, egyre kevesebb. És akkor nagyon sokáig volt, hogy évi 4 buli. Aztán ugye Vesztegzár, Paraba, és amikor a Parabának vége lett, akkor meg a befogadótól függött, hogy hol tudok bulit csinálni, mennyit. Idén szerintem összesen, hát ezzel a december 23-ai buli valamiről mindjárt beszélni fogunk, azzal együtt ez lesz a harmadik, azt hiszem, tehát idén 3 ilyen buli. Milyen közönséged van egyébként? Fantasztikus. És milyen generáció? Mindenki, a mikorosztályunk is akár megtalálható benne? Hogyne, természetesen, bár milyen aranyos, hogy mikorosztályunk. Igen, én örülök annak egyébként, hogy a 30 pluszos, de mondjuk azt, hogy a 40 pluszos korosztály is megfordul. Évközben inkább a decemberi, a karácsonyi bulin már annyira nem, hiszen őnekik másnap valószínűleg, hogy egyéb teendőik vannak otthon a családdal, de jellemzően egyébként az idősebb korosztály,
osztály is megfordul, és hála az égnek most már az utóbbi időben észrevettem, hogy fiatalok, akár a kis tinik 16-18-20 évesek is megfordulnak, és szeretik ezt a zenét. Igen, egyébként nekem is az a furcsa ebben, csak egy kis zárójeles gondolat, hogy a mai fiatalok, akik tényleg nem éltek abban az időben, azok is mennyire szeretik ezeket a mai retro zenéket. Hát, hogyha belegondolsz, akkor a divat az ismétlődik. Tehát akár ruházkodásban, akár zenei stílusban, most ugye 80-as, 90-es évek, és hát ez a visszaköszönő hip-hop, R&B, soul vonal a 90-es, 2000-es évekből, hát azokat a zenéket halljuk most a rádióban, ami azoknak a feldolgozásai, amin mi felnőttünk. Tehát igen, és akkor aki nyitott, az meghallgatja az eredet, az adott zenének, és szereti a 90-es, meg 2000-es évek zenéit is. Igen. És te például ezekhez a felturbózott régi zenékhez mit szólsz? Mert én például nem feltétlen már annyira nem... Ugyanúgy vagyok vele szerintem, mint a szüleink voltak a mi időszakunkban felturbózott 60-as évek zenéivel. Tehát én megmaradok az eredetinél. Én azt szeretem jobban. Persze azért vannak nagyon-nagyon jó mai hangzásvilág szerint elkészített remixek vagy újragondolások. Vannak nagyon jók, de nálam marad a klasszikus. Na, akkor beszélgessünk a mostaniról, mert hogy azért nálad szokás lett az elmúlt évek alatt, hogy egy karácsonyi bulit is rendezel, és ez most nagyot fog szólni remélhetőleg, de van ehhez azért egy bejelentésed is, arról is beszéljünk. Igen, december 23, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan tudják azt, hogy a Dec 23 Dorka Party az mindig egy nagyon-nagyon jó hangulatú, nagyon-nagyon fantasztikus buli szokott lenni. Annak idején, ahogy ugye végigmentünk már rajta a Vesztegzárban, aztán később a Parabában, majd amióta nincs Paraba Székesfehérváron, azóta köszönhetően a Fezen csapatának a Fezen klubban tudjuk megrendezni ezeket a Dorka Partikat, ahogy most Dec 23 is megrendezzük a következő kari előtt egyel Dorka Partit, ami egyébként reagálva arra, hogy bejelentés, hát ez az utolsó Dorka Parti lesz. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez a 20 év, vagy kicsivel több, mint 20 év, amit rá szántunk erre, nem csak én, hanem a barátaim, a segítőim, akik ott voltak végig mellettem, és támogattak, és ötleteket adtak, és rendeztük ezt az egészet, hogy ők is, ővelük együtt mindenki azt érzi, vagy úgy érzi, hogy ez a 20 év, ez szép volt, jó volt, és most ezt én szeretném befejezni egy fantasztikusan nagy bulival, ahol tényleg lógjunk a plafonon, megrúgjuk szét a ház oldalát, és bulizzunk egy óriásit. Hát hagyja magát a kérdés, hogy miért gondolod így, hogy ezt te nem szeretnéd tovább csinálni. Szerintem ez a város életében egy hiány lesz a jövőre nézve. Az nekem egy nagyon-nagyon jó érzés lesz, hogyha ez hiányként fog jelentkezni, mert akkor tudom, hogy valóban letettünk közösen valamit az asztalra. Miért szeretném, vagy nem szeretném? Nem szeretném, de azt gondolom, hogy ha már a korosztályunkról ugye beszéltünk többször a beszélgetés alatt, hogy a korosztályom, illetve a korom, meg én is eljutottam odáig, hogy valahol ezt be kell fejezni, valahol ezt abba kell hagyni, és most érzem azt, hogy még egy hatalmas nagy bulival, egy nagy nagyon-nagyon jó pozitív elköszönéssel be tudjuk ezt fejezni, és hát majd meglátjuk, hogy mi lesz, lehet, hogy nekem is hiányozni fog, de hogyha másoknak hiányozni fog, az nekem nagyon pozitív lesz. Akkor, amit az előbb mondtál, hogy utolsó, az igen, még azért lehet, hogy kérdőjeles, mert hát ugye sokszor van az, hogy azt mondják, hogy soha nem mondta, hogy soha, és sokszor van az, hogy aztán visszatérnek egyszer, mondjuk lehet, hogy 10 év múlva. Ki tudja. Lehet, meg hát ugye a zenetörténelemben hallottunk már olyat, akinek nem egy búcsú koncertje volt. Én most azt mondom, hogy ez utolsónak van tervezve, egy elköszönésnek, egy utolsó lehetőségnek arra, hogy tényleg hatalmas nagyot bulizzunk, csapatostul, több korosztály együtt, azok a srácok, lányok, akik mondjuk esetleg külföldön dolgoznak, és tudjuk, hogy az ünnepekre hazajönnek, ők szoktak egyébként még eljönni, nagyon sok régi ismerős, akiket ugye te is, vagy mi is vagy én is ismerek itt Székesfehérvárról, és most egy utolsónak tervezett bulin rúgjuk szét a ház oldalát. Milyen jellegű zenéket hallhatnak majd azok, akik jönnek? Gondolom lesz a Last Christmas-től elkezdve minden így kari előtt egyel. Hát nem. Nem? Nem. Ez kizárólag a 90-es, 2000-es és 2010-es hip-hop és R&B vonal, amerikai, magyar, angol, francia és mindenféle nációnak, de zenei stílusban ez a zenei stílus, és egy-két ilyen mondjuk
szőrszál állító zene, mint például Last Christmas, biztos, hogy nem lesz. Akkor még azt mondjuk el így a beszélgetésünk végén, hogy egészen pontosan, egészen, tehát a helyszínre is kíváncsiak lennénk, egészen pontosan mikor és hol lehet majd akkor a Dorka bulin részt venni? Tehát ez a karácsonyi Dorka Party december 23-án a Fezen klubban lesz, kapunyítás 10 órakor, és szerintem éjféltől elindul az a hangulat, ami remélhetőleg akár reggel 6-ig is tart. Másnap meg ugye 24-e, együtt várjuk majd a Jézuskát a többiekkel. Szokott egyébként lenni itt az éjszaka során ilyen olyan ajándékdobálás, meg tényleg ilyen nagyon-nagyon jó hangulat. Tehát a karácsonyi hangulatot azt a közös érzés hozza, nem a zenék, ugye, ahogy az előbb ugye mondtuk, vagy beszéltünk a Last Christmasről, és hát bízom benne, hogy idén még nagyobbat tudunk hasítani majd a közönséggel együtt, mint eddig bármikor. Hát én kívánom, hogy így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Azért reméljük, hogy még fogunk veled találkozni a jövőben is, de a karácsonyi bulin mindenképpen találkozzanak veled sokan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és várlak téged is. Létezik egy olyan gép, amely egyszerre alkalmas az arc, a dekoltás és a nyak feszesítésére, valamint a hasi zsírbontására. Hogy hogyan működik ez, és hol található Székesfehérváron, azt mutatjuk be a következő percekben. Kine szeretne fiatalabbnak kinézni 30 éves kora környékén? Vajon mit tehetünk, hogy megelőzzük a korai öregedést? Léteznek sebészeti beavatkozások, kozmetikai termékek, amelyekkel lehetséges a segítség, de megoldás lehet a bőrfiatalításra, zsírbontásra a BTL Exilis gép, amely már a VAR Medical & Beauty és Body Smith-nél is elérhető. Maga a BTL Exilis Ultra 360 egy olyan készülék, amivel különböző problémákat tudunk kezelni, mint például a makacs zsírpánákat tudjuk bontani, bőrt tudunk feszesíteni, illetve az arcon nagyon-nagyon szépen ránctalanítunk, faceliftingelünk, illetve készfejet nagyon szépen fiatalítjuk, illetve a dekoltást tudjuk feszesíteni, illetve ránctalanítani. Maga a BTL központban mi 2-9 évig fejlesztjük magát a készüléket, illetve kutatjuk azt, hogy mi az, ami a legjobb lehet magának a pacienseknek, és tulajdonképpen 2019 év végén jött be az orvos esztétika Magyarországra is, egyébként több mint 80 országban használják magát a készüléket, és több száz paciensen vizsgáltuk be, mielőtt forgalomba helyeztük. Tehát itt azért voltak szövettani vizsgálatok, ultrahangos vizsgálatok, amikkel bizonyítottuk azt, hogy például arckezelés esetében 4 alkalom alatt 3-szorosára növeljük a kollagénros termelést. A BTL Exilis Ultra 360 esetében 2 applikátorral dolgozunk, egy kis applikátorral, illetve egy nagy applikátorral. A kis applikátort használjuk ránctalanításra, bőrfeszesítésre, az arc esetében, illetve a nyak, dekoltás, készfejfiatalítást végezzük vele, míg a nagy applikátor esetében pedig a testkezeléseket végezzük. Az arckezelésnél ultrahangzselét használnak, testkezelésnél pedig ásványi olajat. A készülék 360 fokos technikával működik. A BTL Exilis Ultra 360-ban, mint ahogy a neve is jelzi, egy 360 fokos technológia van beleépítve, ami tulajdonképpen lehetővé teszi azt, hogy a környező szövetek és behatoljon maga az energia. Maga a kezelés egyébként a termikus hőenergián alapszik, 40-42 fokos terápiás hőmérsékletet érünk el, ezáltal pedig megbontjuk az elasztin és kollagén rostokat, és egy természetes folyamatot indítunk el a szervezetbe, tehát a fibroblasztokat arra kényszerítjük tulajdonképpen, hogy új kollagén és elasztin rostokat termeljen maga a szervezet. A testkezelés esetében ez úgy működik, mivel zsírt is tudunk bontani, illetve bőrt is tudunk feszesíteni, hogy egy speciális hűtőfűtő funkció van beépítve magába az applikátorban. Ezáltal az ultrahang energiának köszönhetően be tudjuk azt állítani, hogy milyen mély szöveti rétegekbe hatoljon be az energia. Maga a kezelés folyamán 6,5-szeresére növeljük az apoptotikus indexet 4 kezelés alatt, tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon szépen tudunk vele zsírt bontani. Azt nagyon fontos tudni, hogy mivel egy apoptózist indítunk el, mivel egy 40-42 fokra felfűtjük
a szövetet, az a zsírszövetben egy 45 fokot fog eredményezni. Ezáltal egy sejthalált fogunk elindítani, ami a kezelés utáni 30-60 napban még a paciensnek folyamatosan fog emiatt alakulni az eredménye. De már egyébként a kezelés sorozat alatt nagyon látványos eredményeket érünk el a pacienseknél. Maga a kezelés ideje nagyon rövid. Ez pontosan annak köszönhető, hogy a monopoláris rádiófrekvenciával nagyon magas energiabevitelt tesz lehetővé viszonylag rövid idő alatt. Tehát ez azt jelenti, hogy például egy homlokkezelés esetében körülbelül 5,5 percre kell számítani, tehát összesen 11-12 perces a homlokkezelés, és ugyanígy a szemhéjkezelés esetében is rövid idő vesz igénybe. Egy testkezelés például 15-20 perc alatt meg vagyunk egy testkezeléssel. Egy napon belül több testrészt is tudunk kezelni. A maximális, ami ajánlott, az a 2-3, tehát hogyha valaki mondjuk egy dekoltás kezelésre szeretne jönni, utána pedig egy hasi zsírbontásra, akkor nyugodtan meg tudjuk neki csinálni mind a kettőt egymás után, és utána protokoll szerint heti egyszer kell visszajönni a kezelésre a paciensnek. A kezelés után 30-60 nap, amire a végleges eredmény beáll. Mivel a bőrnek a textúráját javítják, például az arc esetében, fél évente javasolt a fenntartó kezelés a konzultáció a klinikával. Kettő applikátorral dolgozunk, a testkezelés esetében egy nagy applikátorral, illetve az arckezelés esetében egy kis applikátorral. Mint említettem, 360 fokos technológia van beleépítve. Itt tulajdonképpen látszik is maga a lekerekített végnél, hogy itt tulajdonképpen végig leadja magát az energiát a kezelés folyamán az applikátor. Az arckezelésnél külön területnek számít a homlok, a szemhéj, a felső és alsó orca. Lehetőség van teljes arckezelést igénybe venni, de lehet akár külön a szem környékét is kezelni. Az eljárás 18 éves kortól ajánlott, de mehetnek fiatalok is megerőzés miatt. A szervezet kollagén termelése 25 éves kor környékén megáll, a gép alkalmazásával az öregedési folyamatot lehet kitolni. Szülés után is várják a hölgyeket, hogy az esetleges laza bőrt feszesítsék. A BTL Exilis Ultra 360-nal még az intim területet is tudják kezelni. Például szülés után, vagy akik menopauzában vannak, hüvei szárassággal küzdenek, ők nyugodtan jöhetnek a kezelésre. Mi tulajdonképpen egy intim applikátort helyezünk fel a kis applikátorral, amit egy fémgyűrű vesz körbe. Ez a fémgyűrű 360 fokba adja le a termikus energiát, emiatt az egyik legrövidebb intim kezelés a piacon. Egy belső hüvei kezelés mindösszesen 8 percet vesz igénybe, és abszolút fájdalommentes, felépülésmentes, tehát nyugodtan utána folytathatják a mindennapi tevékenységüket. Protokoll szerint 3 alkalom javasolt magából a kezelésből, és tulajdonképpen 3 alkalom alatt 96%-kal vissza tudjuk adni a hüvelynek a feszességét, illetve négyszeresére növeljük az elasztin rost állományt. Pontosan a termikus hőenergiának köszönhető ez, ugyanis másfél perc alatt elérjük a 41-42 fokos hőmérsékletet, és ezt 5 percen keresztül fenn is fogjuk tartani. Ezáltal egy strukturális változást fogunk elindítani magának a hüvelynek a szerkezetében, illetve egy kollagén és elasztin rost termelést. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.